A Fidesz sajnos sokadik merényletet követi el a termőföld ellen. Szétosztották az állami termőföldeket a haverok között, többször enyhítették az átminősítés és a beépítés szabályait, bár a meglévő laza előírásokat sem tartják be, lásd a debreceni akkumulátorgyár esetét. Amit viszont most csináltak, a mezőgazdasági területek beépítésének süttyomban véghez jut liberalizálása, azt gondolom túlmegy minden határon. Szerintem a jogalkotásnak a nemzeti érdeket kéne szolgálnia. Kérdezem, hogy nemzeti érdek volt-e vajon az állami termőföldek elherdálása? Azt gondolom, hogy az élelmiszer drágulás idején látjuk, hogy mennyire nem. Nemzeti érdeke, hogy mérgező akkumulátorgyárakat építsenek az ország legjobb minőségű földjén, és vajon nemzeti érdeke, hogy a Fideszes úgy döbrögik, az elzabrált földekre luxus rancsokat építhessenek. Az országos települési rendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet most kiszélesíti a tanya fogalmát, és gyakorlatilag ezzel a módosítással 3%-ról 30%-ra növeli a mezőgazdasági területeken a beépíthetőséget. Bár ez gyakorlatilag csak a meglévő gyakorlatot legalizálja. Így épült be az elmúlt években fél Tihany, annak ellenére, hogy nemzeti parki terület. Azt látjuk, hogy papíron présházak, magtárak, vízgyűjtő ciszternák vannak, a valóságban viszont villák, kastélyok, úszómedencék. És nyilván nem véletlen, hogy Lázár János minisztériuma karácsonykor titokban hozta meg ezt a súnyi rendeletet. Az OTÉK márciusban hatályosult módosítása ellentétes a termőföldvédelmi törvénnyel, az alaptörvénnyel és a nemzeti érdekkel. Ezért kérem szíveskedjen válaszolni, hogy az ön minisztériuma tudott-e erről a rendeletmódosításról, az OTÉK módosításról, és szándékában áll-e fellépni ellene és megvédeni a környezetünket és egyben a mezőgazdasági területeket a beépítéstől. Köszönöm.